Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom, jól hallatszom. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, egy ötös kérek szépen, ha minden oké. Okay. Szia Évi, szia Gyuri, szia mindenki! Egy különleges tréninget terveztünk ma nektek a barátaimmal, és én kicsit ilyen deja vu érzésem van, mert hát röpke 6 évvel ezelőtt elkezdtünk egy kísérletet, és hát egy álom valósult meg szerintem mostanára. De mindjárt elmondom pontosan, mire gondolok. 6 évvel ezelőtt úgy történt az életemben, hogy egyszerűen elvittek mindent. Ház, autó, minden elúszott, és ott álltam, hogy mi a jó eget kellene csinálni, mert házatépítőként én mindig ahhoz voltam hozzászokva, hogy bepakolom az autómba a különböző táplálékkiegészítőket, akkor ilyen termékes üzletben voltam, aztán leszállítom az embereknek, bemutatókat tartok, meg egy csomó olyan dolgot, amit ugye egy online, tehát egy offline házatépítő csinál. Nem tudom, van-e köztetek esetleg házatépítő, ide lehet nyugodtan írni. És a lényeg az, hogy azt láttam, hogy az a régi módszer, ami arról szól, hogy állandóan utazni, autógumikat koptatni, konferenciákra járni szinte minden hétvégén, minden nap én más városba tartottam bemutatókat, egyszerűen kiégeti az embereket. Én imádtam ezt az egészet, csak azt láttam, hogy sokkal nagyobb idő és pénzráfordítás az egész, mint hogy megéri ezt az egészet csinálni. És hát ugye biztos hallottatok olyat, hogy a networkereknek a 90-95%-a szinte alig keres valamit, és az az 5% viszont gusztustalanul, gyorsan és brutál pénzeket keres. Igen, de miért van ez így? Hát azért van így, mert soknál nem egyenlítődött ki a dolog, többet utaznak, többet költenek különböző dolgokra feleslegesen, míg utalérnék önmagukat, hogy beinduljon a kereset, mert ugye ebben a műfajban először elég sokat kell dolgozni, hogy beérjen a munkák gyümölcse, és igazán jól keres, és sokan ezt nem tudják végigcsinálni. És ide jött be az a dolog, hogy képzeljétek el, ülök egy nap, totál elkeseredve, sokszor elmeséltem már ezt a sztorit, most nem megyek úgy részletébe bele, csak azt akarom nektek sugallani, hogy totál padlón voltam, és így bekapcsolom a számítógépet, és egy fickó ugyanerről a jelenségről beszél, a kiégés jelenségéről, és ott mutatott egy olyan dolgot, amitől én dobtam egy hátast, ezt szoktam így mondani. Egyszerűen megtalálta a megoldást, azt a megoldást, amit én ilyen tágra nyílt szemekkel néztem, és ahogy néztem az ő anyagait, néztem az ő megoldását, arra jöttem rá, hogy ezt én is meg tudom csinálni, csak egyszerűen a magyarországi viszonyokra kell ráépíteni. Hangsúlyozom, nagyon kezdetleges valami volt, inkább tartalommarketingről szólt, különböző ilyen érdekes online megmozdulásokról, ami nekem nagyon tetszett, mert nem kellett utazni. És kerestem, kutattam akkor egy olyan lehetőséget, hogy így, mint hozzátok most el tudjak jönni, tudjak tartani bemutatót, tudjak az érzéseimről beszélni, úgy, hogy közben levetitek valami filmet, tudjak fölhozni olyan embereket, akikkel tudok beszélgetni, tehát egy olyan igény merült föl bennem, amit szerintem, hogyha mondom, én ezt elsajátítom, akkor ez másolhatóvá tud lenni, mert ha másolható valami, akkor ez gyorsan terjed, nagyobb a sebessége, jobban lehet eredményt elérni, és mindenki hülyének nézett. Hát ez nem normális. Nem érdekel senkit az internet, mert különben is az interneten csak játszanak az emberek. Semmi értelme nincsenek a melónak, hagyd abba, tehát mindenki le akar beszélni. Viszont kerestem, kutattam, találtam akkor ilyen konferenciatermekkel foglalkozó cégeket, nem is egyet, többet, most neveket nem mondok, tesztelgettük, kipróbáltuk, tök jó működtek a dolgok, csak maguk a konferenciatermek nem működtek úgy, ahogy kellett volna. Akkor még nem volt így Facebook, meg Facebook Live, Skype az volt már, de ilyen kezdetlegesen az meg nagyon macerás volt, ami még most is az, mert
föl kell telepíteni, aztán leszedi a gépet, a mobiltelefonokon meg nem is működött, meg, tehát mondom, ilyen gyerekcipőben járt. Nem megyek bele a részleteibe. Rengeteg küszködés, rengeteg olyan megpróbáltatás után végre a múlt évre kialakult az a rendszer, illetve már ugye 2 éve nagyon komolyan működik, amire én mindig vágytam. És ma szeretnék ebből egy szeletet mutatni nektek, egy nagy rendszernek a pici szeletét, magát ezt a konferenciaterem és ebben levő munkákat, hogy miket lehet csinálni. Fogok hozni nagyon komoly mestereket, olyan embereket, akiktől én is tanultam, együtt harcoltuk ki azt, hogy most ez a konferencia is létrejöhessen, és egy picit ilyen látvány elemekkel tűzdel tréninget szeretnénk nektek megmutatni. Úgyhogy hívom is az első vendégünket, Debrecen Zoli barátomat, aki már betöltött önmagát. Zoli, légy, gyere be a terembe, és akkor egy kicsit elkápráztatunk benneteket. Szia Zoltán! Hello! Üdvözöllek! Van-e képet, hogy hangod? Vagy? Oké, okay, szuper. Van a hangja Zolinak. Jó. Van kép is, hang is. Remek akkor. Okay. Ennek nagyon örülök. Sziasztok! Üdvözlök okay. mindenkit! Oké. Okay. Tudni kell, hogy Zoltán mobiltelefonról van bent. Rengeteg trükköt hozott nektek ma, és nem fogjuk mindent megmutatni, mert nagyon sok van, csak szeretnénk egy picit így megmutatni, hogy mit is lehet itt elérni. A lényeg az, hogy ebben a konferenciateremben meg lehet valósítani azt, amit itt a karantén idején, hogy ha házépítő vagy például, akkor mondjuk le vannak zárva a határok, és szeretnél mondjuk más emberekhez is eljutni, konferenciát tartani, bemutatót tartani, és ráadásul úgy, hogy azért olyat is tudjál csinálni, amit nem biztos, hogy mindenkinek látni kell, tehát lehet titkos konferenciát is tartani, teljesen levédve, de majd mindjárt Zoltán erről úgy is fog mondani egy pár dolgot, és hát az első látvány az, hogy ugye ketten vagyunk fönt a teremben, és tudunk beszélgetni. Zoli, csak egy pár szót mondj már magadról, hogy te hogy találkoztál ezzel a dologgal, csak azért, hogy a hangot meg a képet megmutassuk az embereknek, és utána felhozunk még egy embert, tehát három kamerával leszünk egy picit majd föl. Tiéd a szó, Zoli. Oké, köszi szépen. Na, azt tudnotok kell, hogy én több mint 10 évvel ezelőtt találkoztam már ezzel a teremmel. Csak akkor még nem néztem meg bele magába a cégbe. Azt gondoltam, hogy ez, tehát volt egy ilyen tévhitem ebben kapcsolatban, hogy ez a cég ez nem csinál más, csak ez a konferenciaterem, és meg ilyen tárhelyi szolgáltatások, meg ilyenek, de hát én nem gondoltam volna azt, hogy ebből valami komolyabb lesz. Aztán amikor 2015-ben elkezdtük ezt az egész rendszert így komolyabban megvizsgálni, akkor esett csak le, hogy Úristen, ez az, amit minden egyes networker vár. Hát erre van szüksége, ezekre az eszközökre van leginkább a szüksége az embereknek, és hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok különböző ilyen konferenciaterem szolgáltatás van a világon. Ott van a WebEx, a GoToMeeting, a Zoom, meg még egy csomó. És hogyha bemész a például a Play áruházba, vagy az App Store-ba, akkor millió olyan ilyen kliens alkalmazást, meg applikációt, meg ilyet fogsz majd látni, amik arra valók, hogy ilyen webkonferenciát tartsál. Egy dologban azonban van egy kicsi előnye magának ennek a webkonferenciának és a GVO-nak, az a 12 év, amivel megelőzi őket. Ugyanis a GVO az elsők között volt. Előbb elkezdted, mint például a GoToMeeting. Éppen ezért az a fejlesztés, az a tudás, ami ebben benne van, ebben a rendszerben benne van, ezt nem fogják tudni utolérni. Egyszerűen az évek hiánya miatt. Mert aki most kezdi el azt, hogy ő most webkonferenciát fog csinálni, ő neki lesz egy alapja. De az a tudás, ami már előtte ott volt a GVO-nál, azt nem fogja tudni behozni, mert
Az éveket nem lehet csak úgy egyik napról másik napra behozni, ha csak nem veszi meg magát az egész licenszjogot, az egész szoftverrendszert, meg mindent. Hát én azt gondolom, hogy Joel, aki a cégnek a tulajdonosa, ő meg azt fogja erre mondani, hogy hát barátom, akkor ahhoz egy kicsit jobban fel kell öltözned, hogy ezt megvedd magadnak, mert ez egy nagyon-nagyon komoly összeg. Nagyon-nagyon komoly. Évek fejlesztése, meg minden. Egyetlen egy dolgot, azt mondta a Billing, hogy mobilról vagyok. És ti most azt látjátok, hogy én itt ülök, és egy fix, meg minden. Na figyeljetek, ezt nézzétek meg. Tehát, felállok, megmutatom nektek az asztalomat, csak hogy lássátok. Ott van a laptopom, be van csukva. Itt veszi az én mobiltelefonom, veszi azt, hogy itt most mi fog történni itt a teremben. Tehát, gyerekek, nézzétek meg, most egy picit arrébb jövök, mert hogy ez mobil. És most beülök ide a kedvenc karosszékembe, és most innen folytathatjuk tovább a beszélgetést. Igen, figyeljetek, mert a Zoli nagy varázsló, én rengeteget tanultam tőle, tehát mindig azt kutatja, hogy milyen könnyítést, hogy lehet még egyszerűbben ezt az egészet. És most elárulunk egy műhely titkot, ma terveztünk egy olyat, hogy én kajakban kint leszek a Kistiszán, Zoli a Dunaparton. Most az idő nem tudom mennyire fog beleszólni, de meg fogjuk csinálni, vagy nem tudom, ma látjuk. De a lényeg az, meg lehet azt is csinálni, hogy egyikünk itt van, a másikunk ott, tök mindegy, hogy hol vagyunk, mert a mobilon van mindig internet, és onnan is tudunk beszélni. Na most itt megállok egy picit. Én sokszor voltam úgy, hogy például mentem Erdélybe, és hát ugye oda kijutni nem egy egyszerű dolog, és hát ugye időpontra mentem, és hát akármennyire indultam el hamarabb, a nagy forgalom miatt nem bírtam odaérni, volt olyan a konferenciára, volt, mikor egy nappal hamarabb elindultam, de mégis belekerültem valami érdekes helyzetbe, és hát akkor mennyire jó lett volna az, hogyha én megállok autóval, kinyitom a mobiltelefont, és be tudok jelentkezni, és meg tudom tartani a tréninget úgy, hogy esetleg össze van kapcsolva akár az offline és az online. Tehát lehet egy hibrid technológiát is csinálni, mert ugyanis, hogyha valaki, tegyük föl, csinál egy offline konferenciát, mondjuk tegyük föl 50 emberrel. De nem mindenki tud elmenni erre a konferenciára. És a világ minden tájáról szeretnénk, hogy ott legyenek, mi csináltuk ezt, szenzációs, akkor egy PowerPoint tette fel a kivetítővel, ezzel a vetítővel, föl lehet vetíteni bennünket a falra, tudjátok, megjelenünk több képernyővel, és így volt olyan, emlékszem, volt egy cég, ahol dolgoztam, és ott már alkalmaztuk ezt, hogy több százan, majdnem fél ezren voltunk benn egy konferencián, úgy, hogy a világ minden tájáról bejöttek, és meg tudott szólalni a cégtulajdonos, meg tudott szólalni, különböző sztorikat tudtak elmondani a világ minden tájáról. Tehát egy úgynevezett világ kinyílt ezzel a technológiával, de ma arról fogunk beszélni, hogy mik a különbségek. Ugye a Facebook megjelenésével ugye jött a Messenger live lehetősége, ugye fejlesztették a különböző konferenciatermeket, megjelent ugye Zoom, meg különböző dolgok. Viszont vannak olyan cégek, akik ugye nem szeretik a nyilvánosságot, például ügyvédi irodák, ahol hát ugye titkos beszélgetéseket is kellene folytatni. És egy picit itt megállok, tudom, hogy ti nem folytattok titkos beszélgetéseket, nem is ez a cél most, de Zoli, mesélj ma arról, hogy mi a különbség ahhoz, hogy például van mondjuk Zoom terem, mert ugye a Zoomot elég sokan használnak. Például a Zoomnál mi a különbség ez meg a Zoom közt például? Azt tudnotok kell, hogy Joel kifejezetten a Zoom ellen indította el ezt a termet. Ő is látta a fejlődést, és ő is látta azt, hogy ott mi történik. Azonban azok a fejlesztők, akik a Zoom-nál dolgoznak, hát azt kell mondanom, hogy egy kicsit elkapkodták a dolgot. Ugyanis nagyon, tehát több olyan cikk is megjelent, és nem csak Magyarországon, hanem a világban sok helyen megjelent, hogy a Zoom-nak az egy eléggé sérülékeny dolog volt.
Amikor valaki elkezdi a Zoom-ot használni, akkor egy úgynevezett kliens programot kell letöltenie a gépére, aminek a segítségével be tud lépni. A helyzet az, hogy amikor valaki egy ilyen kliens programot tölt le, és ugyanez igaz a GoToMeetingre, a WebEx-re, egy ilyen kliens programot tölt le, akkor a különböző hackerek ehhez a kliens programhoz hozzá tudnak fűzni egyetlen egy sorban álló ilyen karakterláncot, és annak a segítségével egy úgynevezett hátsó ajtót tudnak nyitni a számítógépre. És ennek a hátsó ajtónak a segítségével pedig be tudnak menni mindenkinek a gépébe, aki részt vesz ott azon a konferencián. És hát az, mit mondjak, szóval biztonságilag eléggé kérdéses dolog. Erre már rájöttek, mert ezt már többen megcsinálták. Például volt egy amerikai újságíró páros, aki 2 perc alatt feltörte a Zoom-on keresztül valakinek a számítógépét, és ezt dokumentálták is, meg mindent. Úgyhogy éppen ezért a magyar ügyvédi kamera betiltotta a Zoom alkalmazást az ügyvédeknél, tehát ők nem használhatják. Aztán az állami, tehát azok a hivatalos dolgok nem mehetnek a Zoom-on keresztül. Például a miniszterek nem kommunikálhatnak Zoom-on keresztül a saját munkatársaikkal. Tehát hiába van az, hogy na most járványügyi helyzet, meg maradj otthon, meg minden, nem használhatják a Zoom-ot arra a minisztériumokban és a különböző hivatalos helyeken, hogy így a Zoom-on keresztül megbeszéléseket tartsanak, mert le vannak tiltva, ugyanis ugye ott is a biztonság az elsődleges dolog. Aztán, ami még nagyon, nagyon érdekes, az az, hogy amikor valaki felelősen akarja tartani magát ezt az egész megbeszélést, akkor őneki az a felelőssége, hogy akik részt vesznek ebben az egészben, ők biztonságban legyenek. És ha nincsenek biztonságban, ha egy olyan dolgot adsz nekik, ami miatt gyakorlatilag feltörhetik a gépüket, érzékeny adatokat szerezhetnek meg, mint például a bankkártya adatok, vagy belépési kódok, meg ilyenek. Hát akkor innentől kezdve ez már gáz. Na most a Zoom már lépett, és elég érdekes módon lépett, mert azt mondja, hogy először is csak a moderátor engedélyével lehet belépni, azonosítanod kell magadat, hogy te vagy az, aki vagy, és még egyéb más ilyen macerák vannak, tehát most már nem csak annyi, hogy itt a link és lépjél be, mert ugye idáig ez volt, hanem most már ilyen komolyabb lépések vannak, de ez még mindig nem ugyanaz, mint ami itt ebben a teremben van. Mert itt nincs más dolgod, mint amikor a beállításoknál, tehát a háttérirodában elkezdett használni ezt a termet, a beállításoknál van egy lehetőség, hogy oda beteszel egy jelszót. És ez a jelszó, ez akármilyen dolog lehet. Lehet benne mindenféle karakter, meg akármicsoda, és aki nem tudja ezt a jelszót, egyszerűen nem tud belépni. Nem, egyszerűen nem tudja követni a dolgokat. És hadd mondjam el, hogy ennek a teremnek még vannak egyéb más funkciói is, amikkel például azt meg tudod csinálni, hogy amikor készül egy ilyen felvétel, akkor nem látsz mást a felvételen, vagy akár az élő közvetítésnél is nem látsz mást, csak magát a moderátort és magát a bemutatót. Schluss. Se az, hogy ki van benne, se az, hogy mit írnak be, de semmit az ég adta világon. Tehát egy rendkívül egyszerű beállítás. És hát ugye a Zoom-nál azt tudjuk, hogy ott csak egyféleképpen lehet a dolgot megcsinálni, ha megosztom a képernyőmet. Ha megosztom a képernyőmet, akkor, és nem vagyok elég figyelmes, és nem zárok be olyan ablakokat, amiket nem be kellett volna előtte zárnom, akkor bizony a bukta is lehet, mert mit keresek én például a Tinderen, amikor 40 éves házasságban élek, vagy ilyenek, szóval értitek, tehát ilyenek lehetnek. Na most éppen ezért
magában ebben a teremben érzem én magam igazán biztonságban. Egyrészt. Másrészt pedig, amiket most csináltak, azok a fejlesztések. Hát először is, amikor elindult maga ez az egész járványügyi dolog, akkor a Joel és Mike azonnal belenyúltak a zsebükbe, és azt mondták, hogy ó, hát tudjátok, ők is nézik a forgalmakat, az adatforgalmat, hát minden áldott nap ott van a statisztika nekik. Hát ez egyértelmű. Nagyon komoly ilyen mérnök emberek, hálózati mérnökök dolgoznak, hiszen ott egy nagyon komoly szerverterem van felállítva, és állandóan nézik a forgalmat. És amikor látták, hogy elért a növekedés egy kritikus pontot, akkor azt mondták, hogy oké, okay, rendben, puf, azonnal egy nagyobb és gyorsabb és erősebb szervert vásároltak, és magát az egész konferenciatermet átpakolták oda, és aztán utána még azt is látták, hogy maga ez a közvetítési lehetőség, tehát az a streaming vagy felvétel lehetőség, ez nem volt annyira stabil, úgyhogy fogták magukat, a múlt héten csütörtökön értesítettek minket, úgy kész, ezt lekapcsoltuk, és akkor egy hétvége alatt csütörtöktől vasárnap estig csak ezen dolgozott az egész IT szektor, vagy az IT részleg, és kész, és megcsinálták, hogy ez is stabil legyen, és prima legyen, és ilyen kitűnő legyen a kép és a hang, meg minden. Én közben figyelem, hogy a Zoli szája az a hanggal együtt jön. Ilyet az RTL-nél nem láttunk, mert ott mindig késett. Nagyon sokat szenvedtünk annak idején mi is ezzel, de úgy néz ki, hogy ezt megvalósították a Joelék, úgyhogy ez tök jól működik. Na, akkor picit rakjunk rá egy lapáttal. Arra kérlek, Rottek Laci, ha itt vagy, gyere már be hozzánk. Nézzetek meg, én nem nyúlok a géphez. A Zoli is ott van, tehát ő nem tud belenyúlni. A Laci be fog jönni magától, ha minden igaz, csak egy gombra kell rákattintania, és be tud jönni. Most ez a terem nincs levédve jelszóval, tehát tulajdonképpen hackerek is jöhetnének be, ha akarnának, de itt van Laci. Lacikám, mondj egy pár szót, hogy neked hogy tetszik ez a rendszer. Ugye már mi régebb óta dolgozunk, neked is van egy ilyen saját konferencia termed. Tiéd a szó. Hát, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, vagyok nyűgözve. Amikor összekerültünk így ebbe a mostani hármasba, hogy így kapcsolatba kerültünk egymással, akkor igazából kerestem a megoldást is, mint ahogy mindnyájan, akik hálózatépítéssel foglalkoztunk, akkor is, meg hát nagyon sokan most is, és hát az első variáció, amiről mindketten beszéltetek, azok nem voltak igazán jók. Úgy, ahogy mondtátok, hogy késések voltak, meg mindenféle csetlés, botlás a technológiában, de hát amikor egy ezelőtt megjelent igazából ez a fajta terem, ez a HTML 5-ös terem, akkor egy megnyugvás volt. Csináltunk is, amikor abban az időben csináltunk a munkatársaknak segítség gyanánt féle videót is. Beadtuk azt is, hogy az irodába, már a webirodájába a cégnek mi minden segítség van ahhoz, hogy jól fel tudjunk készülni egy-egy ilyen konferencia beszélgetésre, és milyen eszközökkel tudunk segíteni, mindenkinek feljönni. Hát az akkori valósághoz képest a jelenlegi elképesztő. Hát látjátok, egy gombnyomással be tudtam ide jönni a terembe. Akkor nem így volt, egy kicsit másképp volt, de fantasztikus. Most az, hogy ugyanúgy látom, hogy most ki borotválkozott, ki nem borotválkozott, hogy milyen jó minőségben látszik mindenki, aki ide bejön a terembe, hát elképesztő. Tehát az a fajta, így mondom, igen komoly minőség, amit most tapasztalunk, ez nagyon jó. Készen olyan, Laci, mintha picit egy... állj meg, Laci, mert hogyha minőségről beszéltem, nagyon szaggat a hangod, valószínűleg, hogy veszed az adást, és ugye hát itt, akkor csak egy picit a technikáról, tehát akkor, amikor ugye nagyon le van terhelve a gép, tehát figyelni kell arra, hogy más alkalmazást ne legyen bekapcsolva, amikor konferenciát csinál az ember.
hogy ne lassítsa le. Na most ez nagyon jó momentum arra, hogy látjátok, az Oli mobilról van, én meg mindent kikapcsoltam az én gépemen, úgyhogy nekem nagyon erős a gépen, tehát szerintem én jól hallatszom, jól látszom. Viszont az egész mobilra van rátéve. Tehát az egész mobilra van, hogy mondjam, kifejlesztve, tehát afele ment a fejlesztés. És ugye a mostani mobilok már olyan processzorral rendelkeznek, mint az Oli és ugye a Samsung S+ 10-es, ugyanaz, mint nekem. Látjátok, azért járkál Zoli, hogy lássátok a magát, a minőséget, meg ugye a hangot is. És tehát aki például a régebbi laptopokkal rendelkezik, ők is tudják használni, csak ki kell kapcsolni egy csomó alkalmazást, főleg, hogyha Skype fut, akkor azt ki kell kapcsolni. De hangsúlyozom, mi is mobilról használjuk főleg azért, hogy ezek a minőségi dolgok még jobbak legyenek. Na, ha már itt vagyunk, akkor menjünk még egy lapáttal tovább. Most leveszem magunkat, és mutatok nektek valamit. Ugye minden networker álma, hogy tudjon egy PowerPointot is bemutatni esetleg. Nem tudom, mennyire látszik a PowerPoint, amit most betettem. Nem fogom most léptetni, csak az a lényeg, hogyha látjátok, bármilyen olyan PowerPointot, amit ugye networkerek használnak a különböző ilyen előadásoknál, ezt meg lehet oldani, hogy itt le tudjuk vetíteni. Na most Zoli, te veszed, mobilon is látszik, ugye a maga a képe a PowerPoint bemutatónak. Tehát látszik a mobilon is. Látszik, oké. Okay. Ugye többen vagytok itt mobilról, gondolom nálatok is látszik. Hát ha már itt van, mit ad a profi online marketing? Ugye ez nem csak egy konferencia terem, hanem egy teljes, komplett tanulási rendszer is. Tehát itt mi nem úgy vagyunk, hogy adunk egy konferencia termet, és akkor használ, ha tudod, meg valamit csinálj benne, hanem megtanítjuk, hogy hogy kell ezt üzemeltetni. Megmutatjuk azt, hogy ha volt MLM csalódásod, akkor azt hogyan tudod pénzé varázsolni úgy, hogy a saját lakásodba vagy. Megmutatjuk a sztoriknak a művészetét, most nem megyek végig. Tehát teljes anyagi és szellemi fejlődést tud mutatni ez az egész rendszer. Mondom, csak egy szeletkét mutatunk most belőle. És itt van a legalján, hogy automata üzletépítést tudunk megcsinálni, mert föl tudunk építeni egy olyan rendszert, ami akkor is dolgozik, amikor tulajdonképpen mi alszunk. De tegyük fel, és ezt én alkalmaztam már cégeknél is, már ezt csinálják, hogy most visszajövök hozzátok egy pillanatra, hogy összejöttök különböző helyszíneken. Eger, Kiskunfélegyháza, Budapest, Dublin, New York, Párizs, stb. Egyébként, hogyha már itt vagyunk, írjátok már ide a chatfalra, hogy honnan vagytok, milyen városból, csak úgy érdekességképpen, hogy ne csak az legyen, hogy hát lehet, hogy úgy van, de nem is így van. Tehát mindenfelől be tudnak ide jelentkezni emberek, és tudjátok, a sztori az, ami előre viszi mindig az üzletet, vagy bármilyen kommunikáció, és a sztoriknak van a lényege. Most tegyük fel, hogy mondjuk táplálékkiegészítővel foglalkozol, és mondjuk ki jelölünk egy témát, mondjuk cukorbetegség, tehát legyen ez egy téma mondjuk. Behívunk egy olyan orvost, aki a cukorbetegségnek a professzionális tudója, behívunk egy olyan embert, aki mondjuk az étrend beállításoknál, tehát egy dietetikus, aki pontosan tudja, hogy a cukorbetegségnek milyen étrendre van szüksége, és elkezdjük őket kérdezni például. Meghívunk olyan embereket, akik mondjuk cukorbetegek, vagy ismernek olyan cukorbetegeket, akik meg szeretnék oldani a problémájukat. És hát mondjuk az orvos elmondja, mi a cukorbetegség, a dietetikus elmondja, hogy hát ezt így lehet korlába tartani, és akkor fölhívunk a terembe egy olyan embert, aki meg viszont cukorbeteg, és már megoldotta mondjuk a problémáját, hogy nagyon jó korlába tudja tartani, ő hogyan csinálja. És tulajdonképpen egy olyan beszélgetés tud kialakulni, ami sok embernek adhat megoldást. De, hogy még egy lapáttal rátegyünk erre az egészre, tegyük fel, hogy
mondjuk épp a teremben nem akar senki följönni, mert mondjuk szégyellős. Vagy egy ilyen random tréning van, ahol most nem beszéltük meg, és éppen nincs bent cukorbeteg. Hogy tegyük föl, hogy az én videótáromban mondjuk, ha ide bemegyek a videótárba, most így belülről fogjátok majd a felvételen látni, hogy én mit csinálok itt bent, és akkor, hát most én nem cukorbeteg történetet fogok betenni, hanem, hát nem is tudom, csak az, hogy legyen egy film, mondjuk, mindjárt választunk egy videót, mondjuk Zoli Aikido mester, hát az ő tiszteletére betezünk egy Aikido-s videót, csak hogy kívánta, hogy lássátok. Aikido is a very traditional martial art. Jó, most megállítom a történetet. Tehát láttátok, hogy működik egy videó megosztó is a termünkben. És ez az azért érdekes, mert hogyha mondjuk föl van véve egy olyan ember, aki rengeteget szenvedett cukorbetegségbe, és rátalált egy olyan megoldásra, hogy hogy állítja be az étrendjét, esetleg mit használ, mondjuk akár táplálékkiegészítőt, hogy segítsen benne, vagy tudjátok, sok networker ilyen táplálékkiegészítőkkel foglalkozik, és a jogszabályoknak megfelelően, hogy ez jó van kommunikálva, föl van véve egy ilyen videó, meg van mutatva, ez nagyon, nagyon, hangsúlyozom, nagyon sok embernek tud segítséget nyújtani. Ugye minden network cég, amit én legalábbis ismerek, valamilyen történetre ad megoldást. Vagy a pénztelenségre, vagy az egészség problémára, vagy akármire, utazásra, stb. És tökéletesen egy ilyen terembe meg lehet mutatni minden olyan dolgot, amit offline tudtak eddig az emberek megmutatni. Na most visszatérünk akkor Zoli, hogy ugye mi elég sok céget felfejlesztettünk ilyen irányba, hogy hát ugye kivirágoztak a tudás és a rendszerünk hatására. Most nem akarok így, hát mondok cégneveket. Ott a Zinzino például, az egyik gyémánt vezetőnk, a Monus Kati, nagyon büszke vagyok rá, nemrégen lett gyémánt. Ebben a teremben tartja a több száz fő előtt a párjával a konferenciákat, és egyik fölhív, hogy figyú, nagyon jó sikerült, vagy ha valami probléma, mit tudom én, nem tudnak betölteni egy videót, vagy bármi, és ez is nagyon fontos nálunk, a mi rendszerünkben, hogyha bárkinek valamilyen problémája van, azt meg tudjuk oldani. Tehát volt olyan, hogy a konferencia előtt a katék nem tudtak betölteni a videót, vagy nem tudtak, hogy idegesek voltak, tudjátok, hogy jó sikerül az egész, fölhívtak, figyú, nyugi, megoldjuk, meg tudtuk osztani a képernyőt, föl tudták tölteni, és el tudták kezdeni a konferenciát. Tehát azt akarom ezzel sugallani, hogy van egy háttér segítő brigád, ha ezt jól lehet mondani, Zoli, Laci, és akkor mondhatnám a több emberkét, aki valamiben nagyon-nagyon profi. És ugye Zoli közvetlen kapcsolatban van a cég tulajokkal, akik azonnal a segítségünkre sietnek, hogyha valamilyen technikai dolog nincs. Most például, hogy volt az, hogy ugye van itt egy kicsi gomb, nem látják ott, de ugye van egy recording nevezetű kis gomb, ha megnyomom, akkor ezt fölveszi az egész videót, amit most csinálunk. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Itt megállok egy picit ebbe az infóba, mert most képzeljétek el, akik itt hálózatépítők és néznek bennünket. Milyen jó lenne, hogy azok az offline tréningek, amit eddig lenyomtatok, föl lenne véve, és ott lenne a videótáratokban, hogy ezt bármikor elő tudjátok venni, mert soha nem lehet tudni, hogy most lehet, hogy lebetegszel véletlen, vagy kimész egy kicsit nyaralni, de kellene mégis tartani bemutatót, akkor vagy az van, hogy onnan, ebből a konferenciateremből megcsinálsz egy bemutatót, vagy elküldesz egy komplet anyagot videóba, ami föl volt mondjuk a múlt héten véve. Tehát van egy ilyen fölvétel funkció is a teremnek, ami megint egy nagyon érdekes dolog, mert azt hinnétek, hogy ez nem lényeges. Nagyon-nagyon fontos, én nagyon-nagyon szeretem ezt a funkciót, ugyanis föltölti a terembe, és ha most ezt most ezzel a rendszerrel venném föl, akkor azonnal vissza is játszható. Tehát nem az van, hogy majd lekonvertálja, aztán majd valahogy több gigányi anyaggal, majd valamikor meg lesz, hanem
ugye biztos látjátok, hogy én is, ha konferenciaterembe tartok bemutatót, fölveszem, és tulajdonképpen csak annyi a késleltetés, ameddig a Facebookra föl tudom tenni. És ha már ha Facebooknál tartunk, lehet itt egy live-ot is tartani. Most ugye csak annyit fogok csinálni, hogy leveszem itt a képernyőt, és most megint nem fogjátok látni, csak ugye én a fölvételen fogjátok látni, hogy van egy live funkció itt, ha benyomom, be kell ide írni egy kis rubrikába a Facebooknak az adatfolyam kulcsot, ezt most nem megyek bele, hogy hogyan, erről is van ugye oktatásunk, és egy gombnyomással ki lehet live-ba tenni ezt a konferenciát például, tehát hogyha olyan konferenciát tartunk, ami mondjuk nem titkos, tehát nyilvános mindenkinek, ki lehet tenni. És tudjátok, például a Facebook is akkor működik jól, és azt rangsorolja leghamarabb, ami live-ba, ami élőbe megy, vagy videópartiba. Tehát magyarul egy olyan rendszert tartalmaz csak a konferenciaterem is, ami tehát tényleg minden igényt kielégít. Akkor ugye, mindjárt leveszem megint a funkciót, beteszek ide, hogy ne ez a fehér legyen itt egy pillanat, egy prezentációs anyagnak egy részét ide beteszem, azt mondja, vevőszerző rendszer, ezt majd belülről hogy látni fogjátok, hogyha ezt a videót majd fölveszem. Na most, itt csak azért mutatom ezt, hogy ha itt bekapcsolom a résztvevőknek a névsorát, akkor itt például egy picit így kinyitom, itt, hogyha vannak benne emberek, már pedig elég sokan vagytok benne, akkor látni tudom, hogy, vagy tudom látni, hogy kik azok, akik ugye benn vagytok, és föl tudok hívni bármelyik őtöket egy ilyen eszmecserére, tehát egy ilyen teljes interaktív munkát lehet végezni. Na most gyorsan eltüntetem, mielőtt a GDPR, vagy mi a franc megbüntetne itt a névsor miatt, de arra kérek benneteket, hogy legyen már egy picit interaktív a dolog, bekapcsolom újra a csetet, és hát ugye látjátok, hogy itt egyre többen írkáltok be. De most arra kérek benneteket, hogy ugye látszol a fölvételen is, hogy írjatok már be valamit, hogy sziasztok, jó a tréning, vagy rossz a tréning, tök mindegy, csak valamit írjatok már be, vagy lássák a videón, hogy élő az egész, tehát lehet becsetelni. Jó, mondhatod azt, hogy hát ezt a Facebookon is meg lehet csinálni. Próbáltuk. Elég érdekes dolgok tudnak történni a Facebookon. Itt meg tudom azt csinálni, hogy ha mondanám például a, nem tudom, Seres Évi itt van-e, vagy valaki, aki kamerával be tud jönni most. Laci, arra kérlek egy picit, hogy gyere már ki, és akkor megpróbálunk valakit fölhívni. Hogy tényleg igaz-e van, hogy most random jelleggel akár bárki föl tudna jönni. Úgyhogy Lacit most leteszem, egy pillanat, így. És akkor Évi, gyere már be, hogyha már ott vagy, mert tudom, hogy neked jó a kamerád. És akkor csak annyi, hogy a talknok gombra nyomjál már rá. Most nem beszéltük meg Évivel, de megnézzük, hogy be tud-e jönni. Tehát magyarul, itt van. Tehát teljes interaktivitás. Szia, Évi! Hello! Jó reggelt! Mindenkit üdvözlök! Oké, akkor mondjál már egy pár szót nekünk, hogy működik-e ez, nem-e, vagy láttál-e már ilyet, hogy mit szólsz ehhez? Hát, ha emlékszel rá, én is elég régóta jártas vagyok, vagy hát próbálkozok ezzel a dologgal. Együtt csináltunk a Willivel dolgokat. Én mindig nagyon üdvözöltem ezt a dolgot, mert kell az arc ahhoz, amit adunk mindenképpen. Meg ugye nagyon szépen be lehet mutatni termékeket is, meg minden más. Tehát konkrétan olyan, mintha ott ülnénk egymás nappaliába, és az eszmecserét folytatnánk. Tehát én mindenhogyan haladó vagyok ebbe a korba, illetve ebbe a rendszerbe, úgyhogy én csak üdvözlöm ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Köszi, Évi. Tehát láttátok, teljesen random az egész. A mai világban az a lényeg, hogy spontán tudjunk dolgozni. Például mész az úton, sétálgatsz, és eszedbe jut egy olyan, hogy a francba ezt úgy megosztanám a csoportommal, és olyan jó lenne most hirtelen följönnének, és akkor beteszel egy linket, ami csak a te csoportodban van. Ugye nem mondom, hogy tehát lehet egy kör e-mailt küldeni, a rendszerünkben van egy ilyen lehetőség, hogy tudsz egy ilyen hírlevelet kiküldeni, és rögtön benn vannak az emberek,
és rögtön meg tudod osztani ilyen random jellege a dolgokat, akár egy ötletelést tudsz csinálni, föl tudnak jönni kamerával az emberek, egy azonnali ötletparádét tudtok csinálni. Mi rengetegszer alkalmazzuk ezt. Sokszor kérdezik tőlem, hogy Vili, hogyan jó égbe csinálod azt, hogy ilyen sokan regisztrálnak hozzád meg úgy, hogy találkozok egy olyan emberrel, aki mondjuk valamilyen problémából küszködik, mondjuk asztmás. És akkor, hát igen, elmondja a problémát, oké, te asztmába küszködsz, figyelj, én nem vagyok orvos, de vigyázz, figyelj, van egy olyan barátom, aki meg asztma pipáját elhajította, figyelj, beszéljetek, lehet, hogy ő tud neked adni megoldást. És például nagyon jó példa erre, hogy az Évi például ugye erre jött egy ilyen problémából, elhajította az asztma pipát, remélem azért nem messzire, de függetlenül remélem már nem, nincsen szükséged rá, és be tudunk hozni a terembe olyan embert, aki hát mondjuk ebbe küzdik, és össze tudom hozni az Évivel, és elmondják egymásnak, hogy ők hogy oldok, tehát milyen megoldások léteznek. És ez nagyon nagy segítség az embereknek, mert ezt offline nem tudod megcsinálni. Jó, lehet olyan, hogy fölhívod telefonon, aztán összehozod őket, de ez egyszerű beszélgetés, és ha nem veszed föl, akkor ez elúszik az éterbe úgy, ahogy van. De ha fölveszed, és azt mondod, hogy Évi, megengeded, hogy esetleg egy másik használásnak is meg tudjuk ezt mutatni, akkor nagyon nagy esélye van arra, hogy itt akár megint újra fölkeresik az Évit, és akkor elindulhat egy olyan dolog, most nem megyek bele a részletekbe, amit nagyon sok networkernek az álma. Ugyanis az ajánlói marketing, a hallottam ezt marketing, ezt is lehet mondani, ez a jövő. Úgy hívják ezt, Zoli mondja, hogy talk show marketing. Tehát a talk show marketing arról szól, hogy beszélgetünk, megmutatjuk az embereknek, hogy mi milyen lehetőséggel találkoztunk. Ha ezt akarjuk, PowerPoint-tal megfűszerezzük, egy kis filmmel megfűszerezzük, és ezt mindezt a mobiltelefonunkról. Engem lenyűgözött ez, gyerekek. És akármikor látok különböző céges ilyen összejöveteleket, különböző konferenciaterembe, mindig vérzik a szívem, hogy néha nem hallgatnak rám, hogy itt van nálunk egy olyan dolog, amit már minden csinyát-binyát kitanultuk, megmutatjuk, és még mindig össze-vissza mindenféle más dologba. Én azt tudom mondani, hogy Trabant kategóriájú konferencia termeket látok, és azokba dolgoznak, és nem is tudják, hogy tényleg van egy olyan rendszer. Ráadásul, hát tényleg fillérek ér. Úgyhogy hát remélem, hogy nem mutatunk benneteket. Hangsúlyozom, ez a rendszerünknek egy része. Ugye nagyon jól beleástuk magunkat, és főleg Zolinak köszönhető, hogy Zolinak van egy ilyen szenvedélye. Azért szeretem, hogy ő nézi az amerikai internetmilliómosoknak, és nem akárkiket, ugye Russell Bronson, vagy nem tudom, majdnem Charles Bronsont mondtam, de elég sok, mert mindjárt Zoli is mondasz erre egy pár szót, hogy ők hogyan dolgoznak, és ők mit használnak, hogy mi a jövő, egy picit így mutasd meg nekünk a jövőt, Zoli, ezzel kapcsolatban. Oké. Okay. Köszönöm, most. Addig elköszönnék mindenkinek. Köszi, viszja. Na tehát, gyerekek, akár tetszik nekünk, akár nem, ha vezetővé akarunk válni, akkor fel kell vállalnunk az arcunkat, és fel kell vállalnunk azt, hogy igen, mi vagyunk azok, akiknek valamilyen speciális információ van a birtokunkban. Amikor nézem azokat az embereket, akik akár a mi iparágunkban, tehát a mi területünkön vannak, Erik Vore, gondolom mond valamit ez a név, hogy Erik Vore, ugye? Na, hát ő lehet ugye egy limit, egy olyan személy, akiről azt mondjuk, hogy na hát, ha ő azt csinálja, akkor valószínűleg az jó, amit csinál. Tehát nézzük, hogy mit csinál Erik. Tehát először is van neki saját weboldala. Az a weboldal, az direkt azért van, hogy a különböző programjait és a különböző dolgait eladja. A könyvét eladja, a videóit eladja, a tanításait eladja, tehát ez kifejezetten azért van, ez egy értékesítési oldal. Ezen kívül természetesen, ha valaki már ott van, és feliratkozik, akkor utána persze rendszeresen fogja kapni a hírleveleket. Miért?
A válasz, gyerekek, nagyon egyszerű. Ha nem megyünk állandóan minden nap föl valakinek a weboldalára, hogy megnézzük, mikor már háromszor láttuk, és mindig csak ugyanaz van, ugye, ugyanazokat lehet megvenni, de vannak az új események. Vannak az új dolgok, hiszen Erik is, ő is fejlődik, ő is akar dolgokat megcsinálni. Éppen ezért mit csinál? A hírlevélen keresztül értesít engem, aki fel vagyok iratkozva, hogy figyelj öreg, most van egy hatalmas nagy ajánlatom, van most egy új dolgunk, egy új oktatásunk, most éppen speciálisan erről akarunk téged megtanítani, gyere be, nézd meg, és akkor így. És akkor bemegyünk. És aztán amikor megyünk, az nézem, mit csinál Erik? Képzeljétek el! Ezt azért, na figyeljetek! 2 héttel ezelőtt csinált egy olyan rendezvényt, amit ő saját maga otthon, a saját otthonában, az alaksrában berendezett egy saját stúdiót, egy saját ilyen webstúdiót, csomó kamerával, meg mindennel, meg hátterekkel, meg ilyenekkel, és onnan tartott egy ingyenes, 3 órás bemutató. Bob Proctor, Tony Robbins, meg még egy csomó nagyon-nagyon komoly szakember volt ott. Képzeljétek el, hogy ezt az élőt 68 ezer ember nézte végig. 68 ezer. A végén volt egy ajánlata. Az összes addig elkészített csomagja, programja, könyve, meg minden 30%-kal, tehát 30%-os áron meg lehetett venni. 367 dollár volt, azt hiszem. Na most számoljatok egy kicsit. 68 ezerből hányan mondták azt, hogy most ez kell? És egy ingyenes bemutatóval kezdődött az egész. Tehát ugyanúgy használják pontosan, tehát a szisztéma az, amit nekünk meg kell csinálnunk ahhoz, hogy komolyan eredményeket tudjunk elérni. Amit igazán akarunk, az az, hogy végre Magyarországon is legyen egy olyan networker csoport, akik értik a szakmájukat, akik ismerik azt, hogy mi az, hogy online marketing, gyerekek. Akkor nekünk nincs más dolgunk, mint azokat, akik ilyen dolgokat megcsinálnak, lemodellezzük. Nem, itt most nem a másolásról van szó, én nem azt mondom, de modellezzük le. Tehát ha neki van weboldala, akkor nekem miért ne legyen weboldala, akkor nekem is jó az, ha van egy olyan weboldalam, ahol el tudom adni a különböző programjaimat. Ha neki van hírlevele, akkor az nagyon jó, ha nekem is van hírlevelem, mert tudom vele tartani a kapcsolatot. Egyszer csak ott van a fiókomban. Látom a izét. Ki írt? Erik Vore. Fontos nekem Erik Vore? Fontos, hát persze, hiszen követem őt, aki akkor rákattintok, megnézem, hogy mit írt nekem. És aztán utána, amikor azt mondja, hogy figyelj, reg, itt egy ingyenes bemutató, és akkor olyan embereket hoz be, hogy az eszem megáll tőle, hát na, hogy ott vagyok. Hát persze, hogy megcsináltam. Tehát az a lényeg, hogy ezeket a modelleket kell nekünk is alkalmazni. És a GVO eszköztára tökéletesen erre van beállítva. Lehetsz te teljesen kezdő. Annyira kezdő, hogy nagyon. Tehát azt se tudod, hogy most ez, hogy online marketing, most ez hogy, merre, meddig. Tökéletes képzésünk van ezzel kapcsolatosan. Vili is abszolút jó dolgokat mutat, és abszolút működő dolgokat mutat, hiszen honnan veszük, hogy működő? Itt van. Bejöttél a Vilihez. Akkor működik, nem? Na, és akkor azt kell mondanom, hogy ha ezt elkezdjük másolni, ezt csináljuk, és ezeket az eszközöket kezdjük használni, akkor olyan eredményeket fogunk tudni elérni, amit azok a személyek, akik már ennél nagyobbak. Mondok egy másik nevet, lehet, hogy neked semmit nem mond, úgy hívják, hogy Ray Higdon. Ez a srác, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt egy padlón volt, és neki is újra kellett kezdeni az egészet. Ő neki is volt egy ilyen újratervezéssel, meg egy ilyen dolog. És most ott tart, hogy csak a Facebookon, figyelj, csak a Facebookon
450 ezer követője van. 450 ezer. És tudod, mit csinál? Minden áldott nap bemegy a saját webstúdiójába, ami neki is otthon ott van, neki egy érítőképernyős izé van mögötte, és minden áldott nap tart egy körülbelül 10 perces ilyen bemutatót, ingyen. Ingyen. Bárki nézheti. Bárki nézheti. És beszél magáról, a network marketingről, a különböző dolgokról, a network marketingben előforduló emberi dolgokról beszél, mert másról nem lehet, hát emberek vagyunk, hát a network marketingnek a lényege az, hogy az emberek kommunikálnak az emberekkel. Ez másképp gyerekek nem megy. Úgy nem megy, hogy csinálok egy kamu profilt, és aztán utána belépek egy csomó ingyenes ilyen MLM csoportba, és oda bedobálom azt, amit én szeretnék az embereknek elmondani. Csinálhatjátok? Hát gyerekek, miért ne? Miért ne csinálhatjátok? Az eredmény lesz nulla. És az időtök meg jól eltelik. Hát végül is kamumelónak, persze tökéletes, kamumelónak lehet, csinálhatjátok, de ha igazi eredményt akartok, akkor azt hiszem, az lesz a legjobb a számotokra is, ha elkezdjük ezeket az embereket modellezni. És a modellezés az egy olyan dolog, amikor, ahogy a japánok is csinálták, a kínaiak másképp csinálták, ők más voltak, ők egyszerűen fogták a gépet és leállították a saját tudtukat, de mindegy. A japánok azok azt csinálták, amikor elkezdtek autókat gyártani, hogy nem azt csinálták, hogy fogták és akkor szétszették az autót, és akkor lemásolták, hogy ott mi van, nem, hanem megvették az autót, hazavitték, szétszették, és akkor azt mondták, hogy na akkor ez van benne, az van benne, ilyen van benne, olyan van benne, csináljunk egy sajátot. És megcsinálták a legjobbat. Például. Köszi, Zoli. Annyi, hogy a csattanót a végére hagytam, akkor most elköszönök tőled, Zoli. Megbeszéljük a mait, hogy hogy fogjuk csinálni, vagy egyáltalán csináljuk-e, vagy megvárjuk a jó időt, mert ez nagyon jó lesz, de maradjatok még velem, mert egy picit még beszélni szeretnék veletek, úgyhogy szia Zoli, és elköszönök tőled. Közben jövök ide vissza hozzátok egy más formában, még pedig így. Oké. Nem is így, csak nem így. Ja. Jobban tetszik ez a sötétebb háttér. Na, szóval, ott vagy a kamera túloldalán. Tágra nyílt szemekkel nézel, ha még nem láttál bennünket, és akkor mi van? Itt van egy offline tréner, aki, vagy networker, aki átnyergelt online-ra azért, mert rájött az offline hibákra, hogy nincs kedve autókázni, meg minden hétvégén konferencián menni, meg minden nap valamelyik városban lenni, meg távol a családtól, meg különböző is karanténban most, mi a francot lehetne csinálni. Lehet, hogy rájött ez a Manusz arra, hogy már hogy én, hogy lehet ezt másképp csinálni, meg hatékonyabban, meg költségeket lefaragni. És ott vagy, hogy a francba, olyan, mintha én nekem beszélne ez az ember. Ezt akarom elérni most nálatok. Ugyanis higgyétek el, hogy én tudom, hogy ha most offline házatépítő vagy, mibe küzdködsz. Ott vagy ebből a karanténos helyzetben. És ott ülsz, hogy mikor lesz mennek vége, mert már úgy mennék valamelyik városba, aztán tartani bemutatót. Hát aztán most akkor megáll az élet. Tudni kell, hogy több dologból áll a házatépítés. Van egy dolog, hogy be kellene hozni embereket. Hát igen, de ahhoz bemutatót kell tartani. Hát ha már behoztál embereket, akkor meg is kéne tartani őket. Ugye kellene, hát ugye szponzorálni, vevőt gondozni. Na most ezt hogy csináltad offline? Hát telefonon felhívtad, jó vagy, igen, mikor vértek terméket, vagy rendelsz-e, vagy hát tudod, ez a, amit a mondas szponzorod, ugye a névlistád alapján így gondozgatod. Meg ilyen jópofa beszélgetéseket csinálsz, tök fölöslegesen. Mert szegény fölhívod, és ő azt hiszi, hogy ó, már megint rendelnem ki, ez azért hív. Meg egy csomó olyan dolog, amiről nem beszélnek ezek a szupersztár MLM guruk. Viszont ha jobban a hátam mögé nézzünk a dolgoknak, a speciális beszélgetések, amik arról szólnak, hogy jól csináld a vevőgondozást, ez arról szól, a vevőgondozás nem más, mint egy olyan információt átadni, hogy megmutatni, hogy ki hogyan csinálja.
Tehát én hiába mondanám az én hálózatomnak most, hogy rendeljetek már, vagy legyetek már szuperaktívak, mert az nagyon jó lesz. Ha ő magától nem jön rá, akkor nem fog rendelni, nem fog szuperaktív lenni, nem fog utazásokat megcsinálni. De ha én tudok mutatni, és minden nap tudok mutatni olyan embereket, akik megcsinálták, meg tudom kérdezni őket, hogy miért csinálták meg. Vagy hogyha valaki bejön az üzletbe, meg tudom kérdezni tőle, hogy figyelj, miért jöttél be? Ki hívott be? Ki a szponzorod? Na kérdezzük már meg, hogy mi volt az a tegnapi regisztrációnak a... Hogy volt ez? Hogy beszéltetek? És akkor tudjátok, az emberek erre kíváncsiak, hogy lehet végezni ezt a munkát. Ez mikor én erre rájöttem, gyerekek, egyszerűen így lenyűgözött az, hogy én kimegyek a harctéren, regisztrálok valakit, és meg tudom mutatni azt, hogy regisztráltam be. Ha pedig ő is regisztrál be valakit, meg tudom mutatni, hogy milyen beszélgetések folytak le. Ezt egy offline tréningen, hát én láttam, hogy így eljátszák, meg hát nem is volt ilyen életszerű, tehát próbálgatások azok vannak, de napi szinten folyamatos bombázás, impulzus, ezt nem nagyon láttam, csak itt nálunk, ugye, meg ugye Eric Worre, aki és a csapatában ugyanezt csinálja, és Randy Gage, meg mondhatnék ilyen nagyobb neveket. Szerintem az ő irányuk a legjobb, és én őket modellezem, és őket az ő modellezések alapján dolgozom én is így veletek. Most például egy érdeklődés felkeltő tréning van, de egy icipicit a dolgok mögé nézünk, meg próbálom mutatni, ugye, hogy lehet ezt, hogy érdemes ezt csinálni. Vannak a vevőgondozó tréningek, amiket naponta én reggel 9-től megcsinálok. Betöltöm őket egy sorozatba, azt befölteszem a YouTube-ra, Facebook-ra, betöltöm a hírlevélküldő rendszerembe, kiküldöm a listának. Tehát ez azért mondom, hogy egy szeletké ennek az egésznek, hogy ez nem csak egy konferenciaterem, amit mi most mutatunk. Ez csak egy, tényleg egy szeletke, a rendszernek egy része, amiben beletartozik több más dolog is, hogy most nem mutatom ezeket, mert ez egy másik tréningnek az alapja. Csak azt akarom nektek sugallani, hogy egy olyan társaság áll most az én hátam mögött, akik nagyon profik ebben. Van, aki a technikában profi, van, aki a tartalommarketingben profi, van, aki a hírlevelek írásában profi, van, aki a weboldalakban profi, mert ugye mindenünk van a weboldaltól kezdve, a hírlevél, az elkapó oldaltól kezdve minden, hangsúlyozom, most nem megyek ebbe bele, csak azt akarom sugallani, hogy egy komplet rendszerrel dolgozunk, és ezért van az, hogy sokan mondják, hogy könnyű neked, mert hát igen, most már könnyű, mert megtanultam. Te, aki a kamera túloldalán vagy, neked még könnyebb lesz, mert nem kell ennyit foglalkoznod vele, mert egy kész tanulási rendszerbe tudod elkezdeni a tesztelést, már tudod a meghívásokat csinálni, már tudod a bemutatókat csinálni, már tudod a vevőgondozást csinálni, mert megmutatjuk, hogy hogy lehet ezt online jól csinálni. Úgyhogy hát 10 óra, eltelt az röpke 1 óra, remélem, hogy tudtunk egy picit értéket adni, egy picit betekintést adni, hogy működik ez az egész konferencia termesdi, és remélem, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, úgyhogy hívd föl azt az embert, aki ide meghívott, beszélgessetek. Engem is bármikor föl tudtok hívni, a Lacit is, a Zolit is, és adunk nektek megoldást. Én nem mondom, hogy regisztrálj be hozzánk, hanem azt mondom, hogy gondolkozz el azon, hogy megérje az neked, hogy megtanulj egy olyan rendszert üzemeltetni, ami esetleg egy picit még most félelmet kell benned, mert egy félelmetes dologról van szó, már hatalmas ereje van. Vagy pedig azt mondod, hogy hát biztos jó, de én ezt nem tudom, ne felejtsd el, a konkurencia néz. És a konkurencia azt mondja, hogy engem ez érdekel. És mindig az fog győzni hamarabb, aki használja az újdonságot. Régen volt videomagnó, ma már még a DVD-ket is elfelejtették, már USB nézik az emberek, meg azon se, hanem már interneten, különböző oldalakról nézik a filmeket. Attól függ, hogy ki mire használ, micsodát. Úgyhogy hát keressetek bennünket, és találkozunk a következő videóban, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra,
vagy a YouTube csatornánkra, mindennyiunknak van a YouTube csatornája. Figyeljetek a sorozatokat, a videókat, mert mindent egészen apró részletekben megmutatunk, teljesen ingyen, egyedül csak te hiányzol hozzá, hogy ezt végezd. Úgyhogy ezt a videót is fölteszem nem sokára a Facebookra, illetve a YouTube csatornámon is föl lesz, meg tudjátok nézni, mutassátok meg az embereknek. Ha legalább egy emberhez eljutunk, vagy kettőhöz naponta, már az is nagyon jó. De ne felejtsétek el a számokat, ugye mit mondott az előbb a Zoli, több mint 60 ezeren látták a különböző előadásokat emberek. Ha abból csak egy picike hányada fog hozzád regisztrálni, és neked is nagyon gyorsan meg tud lenni egy ilyen hatalmas rajongói táborod, hihetetlen. Na sziasztok, az erővel jön veletek.